19. alkalommal rendezik meg Miskolcon az Észak-Magyarországi régió legnagyobb idegenforgalmi kiállítását. A Menjünk világát című rendezvényen tavaly díszvendég volt Sárospatak városa. A bodrogparti település idén is képviselteti majd magát. A Sárospatak Miskolcon az utazási kiállításon március 29 és 31-e között fogja képviseltetni magát. A Turinform iroda munkatársai segítségükre lesznek a város népszerűsítésében. Kulturális és természeti értékeinket szeretnénk bemutatni a nagy közönség számára. A Turinform iroda vezetője arról is beszámolt, hogyan készülnek a turisztikai kiállításra. Próbálunk minél színesebben megmutatkozni. Ennek kapcsán két kiadványt is készítettünk, az egyik a Pataki nyár, a másik pedig a Sárospatak kulturális látnivalóit bemutató prospektus. Ezzel fogunk készülni a kiállításra. Nagyon fontos számunkra, hogy Sárospatak nevét minden alkalommal népszerűsítsük. Ennek az egyik lehetősége ez egy utazási kiállításon való megjelenés. Sárospatak városának egyre fontosabb a turizmus és az abból adódó bevétel, ezért is igyekeznek minél több helyen bemutatkozni. Azt gondolom, hogy minden megjelenés fontos. Részt veszünk a Debreceni utazási vásáron, ez most lesz március 23-án. Ez is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy minél több helyen megjelenjen Sárospatak. A miskolci Menjünk világá utazás kiállításnak átlagosan 6000 fős látogatottsága van.